szeretettel köszöntök minden az új évad kezdetén. Ugye miután már sok minden foglalkoztunk az elmúlt években, legutóbb a egyháztörténelmet tettük úgy nagyjából ugye szemügyre, most pedig hát arra gondoltam, hogy az egész teológia csúcspontját jelentő dogmatikát próbáljuk egy kicsit úgy átnézni, belekóstolni, és hát szép egybeesés, hogy mindezt ugye az első magyarországi teológus ünnepén tehetjük, hiszen Szent Gellért, ha nem is ugye származásilag magyar teológus, de mindenképpen azért abból a szempontból magyar teológus, hogy ő írta az első teológiai művet itt a mi vidékünkön, ugye a Deliberatio Supra Hymnum Trium Puerorum, az három ifjú ugye hála éneke a kemencében, ezt magyarázta ő, tehát biblikus teológiai művet írt, és hát ez mind a mai napig megvan, most már szép magyar fordításban is, úgyhogy hát az ő közbenjárását is kérhetjük, hogy jobban megértsük az egyháznak ugye a tulajdonképpen ugye a rendszeres teológiáját, tehát a teljes teológiai tanításának a rendszerezését, összegzését, amit a dogmatika jelent. Hát a mai világban ugye ez, hogy dogmatika meg dogma, ez eleve rosszul kezdődik és rosszul hangzik. Tehát ettől már sokan ugye hát menekülnek, hogy valaki dogmatikus, az azt jelenti, hogy ugye nagyon szűk látókörű, merev, bezárt, rugalmatlan, és hogy nem lát tovább az orránál, és a dogmatikát is ezzel gyanítják meg, hogy az emberi szellemet valami módon korlátozza, a gúzsba köti, és mégis az egyház ugye hát ragaszkodik a dogmáihoz, ragaszkodik a dogmatikájához, hiszen ugye, hogyha a földi tudományok terén valaki dogmatikus, például ugye mondjuk orvos létére nem hajlandó elfogadni az orvostudomány újabb fölismeréseit, vagy újabb módszereit nem hajlandó alkalmazni, akkor hát az biztos, hogy egy szűk látókörűség is egy hátrány, de itt most mi nem emberi tudományról beszélünk, nem emberi fölismerésekről, hanem arról beszélünk, hogy ugye Isten beszél önmagáról, Isten szól az emberhez, kinyilatkoztatást ad, és az ember ezt próbálja megérteni, és ugye amennyiben Isten ugye változatlan, ugye Isten nem változik benne, nincs árnyéka sem a változandóságnak, mondja ugye a Szentírás, és Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma is mindörökké, ezért az isteni igazságok is örök és változatlan jellegűek, legfőjebb a mi megértésünk mélyedhet és változhat, de ugye ugyanazt az egy szilárd igazságot kell megismerni. Úgyhogy ma tulajdonképpen nem is mennénk tovább, mint a dogmatikába egyfajta bevezetést próbálunk nyerni. Ugye mi is a dogmatika? Röviden Istenről szóló tudomány. Ezt, hogy mit értünk itt tudomány alatt, erről is mindjárt szó lesz. Tehát ennek a tudománynak a tárgya Isten elsősorban, illetve hát a teremtmények is, amennyiben Istenhez viszonyulnak. Tehát Isten a teremtmények eredete és célja. Ebben az értelemben a teremtett világgal, az emberrel is foglalkozunk, de csak az Istennel való kapcsolatában. Na most ugye az embert még a ugye ősi antikultúrákban is, más vallásokban is mindig érdekelte az isteni világ, a természet feletti világ. Az emberi létnek egyik legfontosabb szempontja, hogy túlláta, közvetlenül tapasztalható, látható, érzékelhető dolgokon, hogy rákérdez a végső kérdésekre, a miértekre, hogy keresi ugye az Isten, és így születik meg a természetes teológia. Tehát amit természetes emberi eszünk, Istennel kapcsolatban ugye hát kikövetkeztet, az a természetes teológia, ami már Platonnál elindul, Szent Ágostonnál ezt úgy nevezik, hogy teodicea. Tehát ez a filozófiának egy olyan része, ami Istennel foglalkozik, de a természetes emberi észfényében ez a teodicea. Egyébként ugye a teológián az első
két év nagyjából az ugye filozófia, tehát filozófiai alapozás, és annak egy nagyon fontos része a teodícea, tehát az ez a természetes istentan. És ez tulajdonképpen a filozófia csúcsa, amikor a filozófia rákérdez minden létezőnek a végső alapjára, a végső ugye, hát okára. A teológia azonban még ennél is tovább lép, és a kinyilatkoztatás fényében, tehát egy természet fölötti fényben vizsgálja ezt a végső valóságot. Tehát ez az alapvető különbség, hogy a filozófia ugye a természetes észt használja, és a teológia pedig a hit által megvilágított észt használja. Hát ugye nagyon fontos ezt a mai korban hangsúlyozni, ezt többször említettem így különböző helyeken, hogy amikor én próbáltam például a nagy magyar dogmatikus Schütz Antalnak a középiskolai hittankönyveit alkalmazni a gimnáziumban, mégpedig nem is egy utolsó gimnáziumban, hanem a mi Gödöllői gimnáziumunkban, ahol ugye hát azért mondjuk jófajta diákok járnak, akik értelmileg is azt mondják, hogy ugye, hát, hogy mondjam, nagyobb kapacitással rendelkeznek az átlagnál, de amikor próbáltam ugye ezt a Schütz Antal féle dogmatikát, ugye pusztán ilyen szinten, hogy most az Isten érvek, hogy melyek azok a logikai következtetések, amiből az Isten létét ugye nem természettudományos módon, de azért bizonyítani lehet, akkor ugye egyből rettenetesen fölháborodtak, hogy a hitnek semmi köze az értelemhez, az észhez, nem kell gondolkodni, a hitről van szó, akkor itt csak érzelmek vannak, csak tapasztalatok vannak, csak vélemények vannak, és ugye semmi fajta logika és semmiféle észérvelés itt nem szükséges. Hát ez tulajdonképpen a mi korunkban egy nagy-nagy betegsége, hogy a hitet az ilyen szubjektív érzelem, tehát az érzelgőség és a szubjektív vélemény szintjére ugye száműzi. Pedig hát a elmúlt európai civilizációnak az elmúlt ugye hát évszázadai, azok mind azt bizonyítják, hogy a legcsodálatosabb ugye tudományos rendszerek azok pontosan úgy jöttek létre, az egész európai civilizáció úgy jött létre, hogy a hitből kiindulva az ember ugye az eszét használta és logikailag gondolkodott Istenről és a világról. Tehát ugye a filozófia az a természetes észfényében vizsgálja a teremtett világot, a teológia pedig, a dogmatika a kinyilatkoztatás fényében vizsgálja Isten, mint teremtőt is urat, illetve Isten önmagában. Tehát a teológiánál, mindjárt a dogmatikánál, mindjárt ugye az első két fejezet az az istentan, tehát Isten önmagában, úgy mondják ezt latinul, hogy de deo uno, tehát az egy Istenről, hogy Isten léte és tulajdonságai, majd remélhetőleg a következő alkalommal erre rátérünk, hogy az ész és a kinyilatkoztatás mit mond Isten létéről és Isten tulajdonságairól, majd utána egy további fokozat, de deo trino, a hármas Istenről, vagyis a Szent Háromságról. Ugye, ami egy olyan igazság, amit mi nem tudunk természetes ésszel ugye kikövetkeztetni, de amelyet Isten kinyilatkoztatott, és amibe egy bizonyos fokig azért be tud hatolni a mi ugye emberi eszünk is. Tehát meg lehet világítani azt, hogy a Szent Háromság tana az nem ész ellenes, nem értelem ellenes, hanem ugye az emberi logikán túli, nem mond ellent a logikának, de ugye messze felülmúlja az emberi logikát és az emberi értelmet. Ezért titok, misztérium. Igen, na most a teológia visszatérve, hogy tényleg tudomány, hát ezt még a régi rendszerből örököltük, sokszor ezt a bizonyos gyanakvást, hogy hát mit keres a teológia például a tudomány egyetemen. Ugye hát a kommunizmus alatt ki is dobták az egyetemről, mondván, hogy ez nem tudomány. Ugye ez csupán egy vélemény, csupán egy vallás, csupán egy szubjektív dolog. Hát igenis tudomány, sőt, hagyományosan a tudományoknak a királynőjét látták a teológiában, a tudományok csúcsát.
Ugye miért tudomány? A tudomány az mindig egy új igazságot hozza felszínre, az alapigazságokból kiindulva. Tehát itt mindig gyarapszik a mi tudásunk, új tudás jön elő, tudományos módszerrel vizsgálódunk, tehát következtetéssel, logikával, és a végén kapunk egy zárt rendszer, tehát egy összefüggő hitrendszer, hogy mit is tanít a mi hitünk. Ugye minden katekizmusban megtaláljuk ezt az összefüggő zárt rendszer. Csak hogy ugye ez a tudomány, ez nem önálló, hanem alá van rendelve a kinyilatkoztatásnak, az Istentől kapott tudásnak. Magasabb rendű a többi tudományra, miért? Mert a tárgya, a legmagasabb létező, elképzelhető tárgy, maga az Isten, minden létezőnek az alapja. Ezen kívül a teológia biztosabb tudás, mint bármi más emberi tudás, hiszen Isten tökéletes, tévedhetetlen tudásán alapszik, tehát Isten beszél hozzánk, aki nem téveszthető meg, és ő sem téveszt meg senkit. Továbbá, mi a célja a teológiának? A végül van egy gyakorlati célja, hogy Istent jobban megismerjük, és hogy közelebb kerüljünk hozzá, tehát hogy könnyebben elérjük az örök boldogságot. Tehát az összes többi tudomány legfőjebb a földi életünket teszi könnyebbé, kényelmesebbé, megoldja a földi problémákat, a teológia az pedig a legvégső, legnagyobb problémára keresi a választ, hogy hogy lehetek én örökké boldog, hogyan érhetem el a végső célomat. Aztán mondhatjuk, hogy a teológia egy elméleti és gyakorlati tudomány, tehát ugye gyakorlatilag az ember erkölcsi tetteit akarja ugye befolyásolni a végső cél függényében. Tehát Isten minél tökéletesebb ismeretét elérni, és ugye ez az ismeret, amikor Istent egyre jobban megértjük, egyre közelebb kerülünk hozzá, ez megmozgatja az akaratunkat is. Szent Bonaventura, Nagy Ferences teológus azt mondja, hogy a teológia célja az, hogy jók legyünk. Tehát ugye az Isten ismerete az erkölcsi igyekvést ébreszt bennünk, hogy jók legyünk. Egyébként ezt úgy az egész teológia történetben megtaláljuk, hogy van ugye Szent Akvinói Szent Tamás, a legnagyobb katolikus teológus, aki Arisztotelész nyomában jár, ugye az ókori bölcselet nyomában, Arisztotelész ugye rendszerét teszi magáévá, és ugye ők az észt, az intellektust hangsúlyozzák, másik pedig Szent Ágoston, és a ferences teológia, az pedig inkább az akaratot hangsúlyozza, de valójában ugye mind a kettőre szükség van, tehát Istent jobban megismerni, hogy valóban az ő akaratát jobban megvalósítsuk. Aztán ugye egyébként amiből én most ezt az egészet kifejtem, egy nagyon népszerű, talán nem sokára, vagy valamikor magyarul is megjelenő ilyen kézikönyv, Dr. Ludwig Ott, a katolikus dogma alapjai. Ez most történetesen éppen angolul van. De ugye, hát egyébként a dogmatikák általában több kötetesek, ugye magyar nyelven én a legjobban ajánlanám Sütz Antal kétkötetes dogmatikáját, amit újabban is kiadtak, tehát kapható modern kiadásban is, és hát ezek azok a klasszikus, skolasztikus módszerű dogmatikák, ahol tényleg hát megbízható, ugye örökérvényű tudást szerezhetünk. No, és hát ugye mit mond, tehát a hit tudománya a dogmatika. Először is erről a hitről két ugye módon beszélünk. Itt most latinul az egyiket úgy hívják, hogy fides quae creditur, a hit, amit hiszünk, és fides qua creditur, a hit, amellyel hiszünk. Tehát egyrészt van az hitnek egy objektív része, hogy azok a hit igazságok, amelyeket elfogadunk, igaznak tartunk, elviszünk, az is fontos, de van egy szubjektív része is, maga a hit, a bizalom, a ráhagyatkozás, a ráhagyatkozás aktusa, tehát a hit, amivel hiszünk. Mik a mi hitünknek a forrásai? Ugye katolikusok lévén azt mondjuk, hogy van a hitnek egy
távolabbi forrása, ez ugye a Szentírás és a Szent Hagyomány. Erről is majd szó lesz később, ugye, hogy az sohasem hasonl meg minket, amikor azzal próbálnak cáfolni katolikus tanításokat, hogy hol van az megírva a Szentírásban. Sehol, kit érdekel. Nekünk nem csak Szentírásunk van. Szentírás ugye az egyház élet élt úgy ugye 50 évig legalább, illetve majd 100 évig, hogy nem volt új szövetségi Szentírása, hanem milyen volt? Élő tanítása volt, szent hagyománya volt, és ebből a szent hagyományból ugye egy részt leírtak, ebből lett legalábbis az új szövetségi Szentírás. Tehát a Szentírás az szűkebb, mint a szent hagyomány, annak az írásban rögzült, stabilizált része, de ezen de egy szélesebb ugye összefüggésnek a része, és ez a szélesebb összefüggés a szent hagyomány. Na de még ez se elég nekünk, mert ugye a katolikus ember az a Szentírást is, meg a szent hagyományt az egyházi tanítóhivatalon keresztül éri el. Tehát van az egyháznak egy Krisztus által rendelt ugye hivatala, pápa és a püspökök, az apostol utódok, akik ugye a Szentlélek segítségével hitelesen magyarázzák ezeket a forrásokat. Tehát ők a tanítóhivatal, a hit közelebbi forrása, úgyhogy ez a dr. Ludwig Ott szépen le is írja, hogy ugye mi alapján veszi ő a katolikus dogma alapjait, a ugye Szentírás alapján, a hagyomány alapján és a pápák és a zsinatok által kiadott definíciók, meghatározások alapján. Tehát tanítóhivatal is van. Egyébként ugye a hit is az értelemnek a viszonyáról, ugye volt egy ilyen anarchista nézet, ami nagyon sokszor ma is ugye beszüremkedik, ezt azt mondják, hogy egy második századi Tertullianus nevű teológus mondta, hogy ne keresd az okokat, credo quia absurdum, azért hiszem, mert abszurd, mert értelmetlen. Na most mi soha nem ezt vallottuk, hanem mi Szent Ágostonnal azt vallottuk, hogy crede ut intelligas, higgy, hogy érts. Tehát először hinni kell, és a hit segítségével jobban megértem a dolgokat, vagy Szent, a Canterbury Szent Anselm, egy második nagy középkori teológus, aki azt mondja, hogy fides querens intellectum, a hit mindig keresi a megértést. Tehát nem elégszik meg azzal, hogy vakon elfogadja, hogy ez így van, hanem mindig értelmes ember lévén az ember keresi a magyarázatot, az észszerű okokat annak a hátterében. Tehát ugye, de a mindennapi életben is ez így van, hogy ha mondjuk én nem hinném el, hogy igaz az, amit az iskolába tanítanak, és hogy engem nem akarnak becsapni, hogyha minden egyes tanított igazságot személyesen szeretnék bebizonyítani, kikísérletezni, akkor a mai napig sem jutnék el mondjuk az elemi iskola alsó osztályainál tovább. Tehát ahhoz, hogy egyáltalán bármilyen tudományban az ember haladjon, elmélyedjen, el kell hinnie azt, amit előzőleg ugye már ebből a tudományból elértek, és egy csomó ugye hát föltételezést. Például el kell hinnem azt, hogy a valóság értelmes. Hogy tudok a valóságról úgy beszélni, hogy ennek értelme legyen, hogy vannak törvények, van logika, hogy nem össze-vissza történnek a dolgok. Például ezt ugye eleve el kell hinnem, mert ha ezt nem hiszem, akkor mehetünk haza, hát akkor semmi értelme így tovább filozofálni. No, tehát ugye a dogmatika felosztása, hát először is ugye az alap az a dogmatikai teológia, tehát a hitnek a rendszeres kifejtése, és van még egy segéd része, az úgynevezett fundamentális teológia, tehát ez az alapvető, ugye a hit alapjainak a védelme, kifejtése. Aztán van a B csoportban ugye a biblikus és történeti teológia, tehát ide tartozik a úgynevezett biblikum, vagyis a szentírás alapismeretei, tehát az exegézis, tehát ezek a szentírási szövegek magyarázata, ez már ismerni kell a szentírás eredeti nyelveit is, hogy ezt hitelesen megtehessük. Aztán ugye például ide tartozik a hermeneutika, tehát az értelmezéstan, tehát az egyháztörténet, a dogmatörténet, liturgiatörténet, jogtörténet, patrológia,
ugye nem patológia, azt az orvostudományhoz soroljuk, hanem patrológia, vagyis az egyház atyákról szóló tudomány, vagyis ókeresztény irodalomtörténet, tehát az első századok nagy szent egyház tanítóinak a műveit. Tanulmányozzuk is az ő tanításukat, egybehangzó tanításukat keressük, ugye, mert ők a szent hagyománynak a tanúi. És aztán van a gyakorlati teológia, ami már az alkalmazással foglalkozik, tehát a morálteológia, az egyházjog, a lelkipásztori teológia, ugye pasztorális teológia, aztán ugye a katekétika azzal foglalkozik, hogy a hitoktatásba hogyan adjam tovább a hitemet, vagy a homiletika, hogy a prédikációban hogyan adhatom tovább a hitemet. No, a dogma fogalma a következő fontos rész, ugye. Mit értünk dogma alatt? Dogma az Istentől közvetlenül kinyilatkoztatott igazság, melyet a tanító hivatal elé terjeszt hit céljából, tehát abból a célból, hogy hittel elfogadjuk. Tehát ugye Isten közvetlenül kinyilatkoztatta, a tanító hivatal elé terjeszti, mégpedig kötelező jelleggel, hogy mi azt elfogadjuk. Na most az az előterjesztés, az történhet ünnepélyesen. Tehát ugye 1950. november 1-én 12. Pius pápa ugye kiállt egy nagy trónuson a Szent Péter téren összegyűlt tömegek elé, és harangzúgás közepette, kijelentette, ugye, hogy Szűz Mária testestül, lelkestül a mennybe ment, megnézhető a interneten is ez a jelenet. Hát ez egy nagyon szép ünnepélyes kinyilatkoztatás, ugye? Na most ez nagyon ritkán történik, azóta se történt ilyen formában, hanem ugye van az úgynevezett hát rendes tanító, egyetemes tanítás, vagyis amikor a pápa is a világon szétszóródott püspökök ugye egybehangzóan tanítják a hitet. Tehát azt, amit mindig is ugye egyöntetűen, egységesen hitt a katolikus egyház, azt tovább tanítják és hirdetik, ugye hát ez is a tanítóhivatalnak a rendes módja. Tehát az az ünnepélyes, harangzúgásos, az a rendkívüli módja a tanításnak. Na most, hogy amit Isten kinyilatkoztatott, lehet, hogy kifejezetten kinyilatkoztatta, tehát explicite kimondta, lehet pedig, hogy benfoglaltan kimondta, tehát ugye, de mindenképpen olyan igazság kell, hogy legyen, ami legalább bennfoglaltan benne van a Szentírásban és a Szent Hagyományban. Tehát az soha nem úgy működik, hogy a pápa ugye egyszer csak fölébred, mit csináljunk ma, üres a határidőnapjunk, jaj, hát hirdessünk ki egy új dogmát, milyen érdekes lesz, ugye? Tehát így nem működik, hanem még a 12. Pius is, amikor ezt a bizonyos Mária dogmát kimondta, akkor előtte ugye alaposan végigkérdezte a világ püspökeit, hogy ezt mindjárt valljátok, és a hívek is hiszik ezt. Ez tényleg szerintetek, ez benne van a mi hitünkben, kezdettől fogva, Szentírásból és a Szent Hagyományból ki lehet ezt következtetni, és csak utána mondta ki. No, tehát ugye... És az egyház tanítóhivatala tehát kihirdeti és kötelezi a híveket, hogy elfogadják. Nagyon sokszor, főleg a régi időkben az ilyen dogma megfogalmazásoknak a vége az, hogy ha valaki ezeket nem vallja és nem hiszi, anátema sit, legyen kiközösítve. Tehát az elutasításnak van egy következménye, hogy akkor nem lehetsz a mi egyházunknak a tagja, ha ezt nem hiszed. Újabban, ugye diplomatikus korban élünk, tehát már jó ideje ezt így nem fogalmazták meg, de régen mindig kimondták, hogy mi lesz a következménye, ha ezt nem hiszed el. Tehát egyértelművé teszik, hogy mindenki tisztában legyen, hogy ez milyen tanítás. No, igen, ugye a... Igen, tehát ugye, és még egyszer itt megemlíti ez a kézikönyv, hogy van a rendkívüli ünnepélyes hirdetés, kihirdetheti a pápa, vagy akár egy egyetemes zsinat is tud dogmát kihirdetni, de tudjuk, hogy az egyetemes zsinat az mindig ugye a pápa fősége alatt történik, tehát soha nem a pápa nélkül, hanem a pápa fősége alatt,
illetve van a rendes általános tanítóhivatal, amit ugye a világ szerte ugye található, ugye püspökök, apostolutódok tanítanak egyértelműen, és például megfogalmazzák a katekizmusokban, tehát ez a rendes általános tanítóhivatal. No, aztán, tehát ezeket a dogmákat mindig a kinyilatkoztatott igazságokból veszik, vagy ugye egy az egybe benne van, vagy pedig le kell vezetni, tehát bennfoglaltan benne van, ki kell bontani, mint egy szép csomagot, és ugye ki kell, le kell vezetni, elő kell ugye kotorni a kinyilatkoztatásból, és ugye ehhez sokszor használni kell a természetes eszünket, a következtetést. Például ugye valami ilyesmi történetet az Mária szeplőtelen fogantatásánál, ugye, hogy azt mondja az angyal, hogy kegyelemmel teljes. Tehát ugye a kegyelemnek benned, Mária, nincs semmilyen akadálya, ami ezt a kegyelmet csökkenteni. Tehát akkor nyilván azzal jár, hogy Máriának nem volt semmilyen bűne, tehát akkor eredeti bűne se lehetett. Vagyis ugye ez azt jelenti, hogy már kezdettől fogva, fogantatásától kezdve mentes a bűntől. Tehát ehhez kell egy kis logika, egy kis következtetés, de bennfoglaltan ez ott van. Aztán ugye azt mondjuk, hogy ezeket a dogmákat isteni és katolikus hittel kell elfogadni, mert ugye Isten, aki kinyilatkoztatott, tévedhetetlen, illetve az egyház is a dogmák hirdetésekor a tévedhetetlenségét használja. Tehát az egyház is, amikor dogmákat hirdet, akkor a Szentlélek segítségével tévedhetetlen. Aztán, igen, hogyha, ahogy mondtuk, ahogyha szándékosan tagadja valaki a dogmát, vagy szándékosan kételkedik benne, és a figyelmeztetés ellenére megmarad a kételkedésbe, vagy a tagadásba, akkor ezt úgy nevezzük, hogy eretnekségbe esett. Ugye, aki szándékosan és tudatosan eretnekséget vall, az ugye úgynevezett formális eretnek, és ennek a büntetése az automatikus kiközösítés. Tehát nem kell, hogy az egyház ezt külön kimondja, automatikusan beleesik a kiközösítésbe. Ezzel szemben ugye itt a régi dogmatikának mindig az az egyik szépsége, hogy megnevezi azokat is, akik ellentmondanak és tagadják, tehát pontosan megmondja, hogy kivel szemben fogalmaz meg egy-egy dogmát. Például itt kimondja ott professzor, ugye ezt nálunk a teológián mondták, ha valamit nem tudunk, hol kell megkeresni? Ott! Dr. Ludwig ott, ugye abban a könyvben található. Na, szóval az ott professzor azt mondja, hogy a protestáns koncepció azt mondja, hogy ugye protestánsok eleve elutasítják a pápának is, a püspököknek is, a zsinatoknak a tanítóhivatalát, csak a biblikus kinyilatkoztatást fogadják el. Tehát szól a szkriptúra, csak ami a Bibliában benne van, és számukra a dogma az ugye, tehát mindenképpen kizárólag az, ami közvetlenül a Bibliában található, és úgymond ez az egyház érvényes tanítása. De a liberális protestánsok, azok még ennél is tovább mennek, hiszen ők már a kinyilatkoztatást is tagadják, a Szentírásnak a tévedhetetlenségét is tagadják, és azt mondják, hogy a dogmának az alapja egy szubjektív lelki vallási tapasztalat. És az a bizonyos ugye modern eretnekség, amiről én már sokszor beszéltem, meg 10. Szent Pius pápának az egyik enciklikáját is elemeztük, ugye a Pasteli enciklikát, a modernista tanítás, ez pontosan ezt fogalmazza meg, hogy ugye a hitnek a forrása az nem Istennek a szava, nem az, hogy Isten próbált velünk valamit közölni, hanem a mi szubjektív belső vallási tapasztalatunk. Tehát amit mi éppen érzünk egy-egy ihletett pillanatban, azt a teológia feldolgozza, és aztán az egyházi tekintély jóvá hagyja. Ezzel szemben ugye 10. Szent Pius pápa és még más pápák is kimondják, hogy a hitnek az alapja
ugye az valódi isteni kinyilatkoztatás, ami objektív, ami független a mi véleményünktől, a mi érzéseinktől, és éppen ezért változtathatatlan, és mindenkire, minden időben egyformán érvényes. No, szóval, ugye ezért szoktam én dühös lenni, amikor megkérdezik egy-egy ilyen hitbeli kérdésbe, hogy és mi az atyának a véleménye? Kit érdekel, könyörgöm, hogy mi az én véleményem? Ki vagyok én, hogy az én véleményem számítson? Senkit nem érdekel, az egyháznak a tanítása fontos, ami tévedhetetlen. Én nem vagyok az. Nekem a Szentlélek nem garantálja, hogy az én magán véleményem tévedhetetlen legyen. De az egyháznak a mindenkori tanítását azt megerősíti a Szentlélek, tehát itt nem véleményről van szó. És nekem is ugye papként kutya kötelességem, hogy ne a saját, ugye eszem szerint tanítsak, ami nekem tetszik, hanem az egyház tanítását közvetítsem sértetlenül és teljesen, amennyire csak lehet, ugye. No, aztán ugye a következő, hogy milyen fajtái vannak a dogmáknak. Vannak általános dogmák, amik ugye hát a legalapvetőbb hitigazságok, amire az összes többi hitigazság épül, és aztán vannak speciális dogmák, ugye ilyen részletekre vonatkozóan. Például a Mária dogmák azok speciálisak, de mondjuk az Isten létével, a Szent Háromsággal kapcsolatos dogmák azok alapvető, általános dogmák. Aztán vannak úgynevezett tiszta dogmák, amelyekre csak a kinyilatkoztatásból következtetünk, és vannak vegyes dogmák, ahol a kinyilatkoztatáshoz hozzájárult a mi természetes eszünk is logikánk. Aztán ugye vannak formális és materiális dogmák, ugye a formális az, amit már kihirdettek ünnepélyesen, már ugye le van írva és le van pecsételve, és a materiális, tehát ugye tudnunk kell, hogy vannak olyan dogmák is, amik benne vannak az egyház hitébe, de még nem fogalmazták meg őket, még nem mondták ki őket, ezek ténylegesen léteznek, csak még nem váltak formálissá. Majd a jövőben a tanítóhivatal ezeket majd tisztázza. És aztán vannak olyan dogmák, amelyekre föltétlenül szükség van az üdvösséghez, tehát mindenkinek erről tudnia kell, mert ugye enélkül nem üdvözülhet, és vannak olyan dogmák, amelyek ugye ilyen szempontból nem szükségesek az üdvösséghez, ha valaki ugye ezekről nem tud, vagy nem tanulmányozza behatóan, attól még üdvözülhet. Ugye ezek inkább ezek a speciális részleges dogmák. Aztán még egy nagyon fontos kérdés, hogy mi van a dogma fejlődéssel. Ugye hát mi tanultunk egy ilyen tantárgyat, hogy dogma történet. Ebből következik, hogy a dogmák ugye valami módon hát létezik egy dogma fejlődés, csak nem úgy, ahogy a radikális protestánsok is a modernisták tanítják, vagyis hogy hát ugye minden változik. Minden ugye hát modernizálódik, tehát a dogmáknak is változniuk kell. Idővel a dogmáknak a tartalma is radikálisan megváltozik. Nincs állandó, nincs rögzíthető dogma, hanem ugye mindig az adott kor szellemének kell, hogy megfeleljen. Na most ez az, amit például az első vatikáni zsinat is elítél. Tehát azt mondja, hogy a dogmának nem adható más jelentés, mint amit az egyház eredetileg adott a dogmáknak. Szóval van egy nagyon nagyszerű egyházatya, Lerinumi Szent Vince, aki azt is mondja, hogy a dogmákat mindig eodem sensu, eadem sententia, tehát ugyanabban az értelemben és ugyanabban a ugye szóformában kell továbbadni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy jó, hát ugye ez a dogma elvileg érvényes, de mi majd átértelmezzük a modern filozófia és a modern korszellemnek a szempontjai szerint. Nem, ugyanabban az értelemben kell venni. 12. Pius pápa 1950-ben kiadott egy Humani Generis című dokumentumot, ahol elítéli pontosan ezt, hogy a dogmákat mindig a kortárs filozófia fogalmával kell kifejezni. Hát például ugye a skolasztikus filozófia az nagyon alkalmas volt a dogmákat kifejezni, de a mai ugye posztmodern, egzisztenciális és nem tudom milyen filozófia az már sokkal kevésbé képes ilyen szilárd igazságokat ugye megfogalmazni. No, aztán tehát a dogma azért változtathatatlan, mert isteni eredetű.
és ugye ez az, amit meg kell őrizni. Mégis hogyan fejlődhet a dogma helyes értelemben? Hát úgy, hogy a kinyilatkoztatás történetében, tehát folyamatosan Isten egyre többet és többet közölt magáról, tehát Ábrahámnak többet közölt, mint Ádámnak és Évának. Mózesnek többet mondott el, mint Ábrahámnak, és hol érte el a csúcspontját az isteni kinyilatkoztatás? Természetesen Jézus Krisztusban. Tehát Jézus az idők teljessége, Jézus a törvény és a proféták beteljesedése, ő az emberiség végső abszolút tanítója, tehát ugye Krisztussal lezárul a nyilvános kinyilatkoztatás. Tehát Isten, amit el akart mondani az emberiségnek, azt mind elmondta Jézus Krisztusban. Lehet, hogy mélyül a mi megértésünk, mélyül a mi ugye reflexiónk, a dogma megértése, de új tartalmat nem kapunk. Még a magán kinyilatkoztatás sem mond újat, hanem csak a nyilvános kapott kinyilatkoztatást erősíti meg. Ugye ezzel szemben, ugye például voltak úgynevezett gnosztikus eretnekek, különböző gnosztikus irányzatok, ezt egyháztörténelemből már vettük ezeket, akik azt mondták, hogy ez, ami az ott kézikönyvében benne van, meg amit az egyház ugye a nyilvánosan hirdet a szószékről, ez a primitív, buta, egyszerű népnek van, de nekünk van titkos tudásunk, a gnózis. És ugye ezek az igazi kiválasztottak és az igazi szellemi emberek, akik ezt a titkos tudást ismerik, és ez a titkos tudás, ez mindig növekszik. És aki hozzánk tartozik, annak majd ugye elárulunk egy-két részletet ebből a titkos tudásból, hogy érdemes hozzánk tartozni, ugye. Tehát ugye ez a gnosztikus tévedés, amit az egyház mindig is elítélt. Tehát az egyház tanítása nyilvános. Mindenki számára hozzáférhető, mindenki számára tárva, nyitva az ajtó, és lehet ugye megismerni a tudást. No, tehát járulékos fejlődés lehet azonban a dogmáknál, hogy a bennfoglalt igazságok kifejezetté válnak. Ugye hát például ez a Mária testi mennybe vitele is olyan, hogy azért, hogyha tényleg tudjuk, hogy Máriát kiválasztotta az Úr, hogy kegyelemmel teljessé lett, hogy ugye Isten fiát hordozta, Isten anyja lett, hogy az ő igenjétől függött az, hogy az ige megtestesüljön és megváltsa a világot, hát akkor ugye ebben bennfoglalva az is benne van, hogy Máriát Isten erre alkalmassá tette, tehát a kegyelemmel teljesben benne van az is, hogy bűntelen, hogy eredeti bűntől mentes, de ha nincs neki bűne, és nincs eredeti bűne sem, hát akkor még mitől mentes? Hát a bűn következményeitől, vagyis a testi haláltól, a test elkorladásától. Ugye, amikor Fila Béla atya tanította nekünk a dogmatikát, akkor jött egy teológiai hallgató vizsgázni, és kérdezte, hogy kisasszony, hát milyen bűne nem volt Máriának? Jaj, tanár úr, hát talán halálos bűne, talán nem volt neki. Igaza a kisasszony, tényleg nem volt neki. De milyen bűne nem volt neki még? Jaj, professzor úr, hát akkor ezek szerint bocsánatos bűne se volt? Nem, kisasszony, az se volt neki. De milyen bűne nem volt még a szűzanyának? Jaj, professzor úr, hát akkor hogy is mondja, milyen közönséges bűne, ilyen természetes bűne? Kisasszony, maga szerint a bűn természetes? Mindjárt kifakadt ugye a professzor, ugye? Úgyhogy hát semmilyen bűne nem volt neki, de hogyha nem volt neki bűne, hát akkor a büntetésen szenvedte el. Nekünk miért kell el meghalnunk szenvedések közepette és elporladnunk? Mert bűnösök vagyunk, ez a bűnnek a zsordja, a halál. Máriánál ez nem volt. Tehát egy bennfoglalt igazság kifejezetté vált. Aztán ugye a materiális dogmák, amik ugye benne vannak az egyház hitében, tudatában, azok formális dogmává válnak, hogy az egyház ezt kimondja. Például elképzelhető, hogy egy napon majd kimondja azt, hogy Mária minden kegyelem közvetítője. Ez egy olyan dogma, ami napi renden van már régóta, de még nincs kimondva. Aztán ugye nagyon sokszor egy eretnekség megtámad egy tanítást, és ugye az egyház emiatt kényszerül pontosabban megfogalmazni ezt az igazságot. Tehát azt mondják, hogy azért engedi meg az Isten az eretnekségeket, hogy ezáltal az egyház hite tisztuljon, pontosabbá váljon.
illetve hogy az ősi hitigasságok pontosabb megfogalmazást nyerjenek. Például ugye most tanítom a középiskolásoknak az ókori zsinatokat, és ugye ott van az, hogy hát most micsoda gondba voltak ezek a mi keresztény őseink, hogy na jó, egy Isten hívők vagyunk, ebben különbözünk a pogányoktól. De hát most kiderül, hogy Jézus Krisztus is Isten, meg a Szentlélek is Isten, egy meg egy, az kettő, meg plusz egy, az három. Na most hogy tudjuk vallani, hogy ezek Isten, Krisztus is, meg a Szentlélek is, de hogy ne legyünk több Isten hívők. Hogyan lehet ezt megoldani? Ugye egy nagyon nagy probléma. Mi segített nekik? A korabeli filozófia, hogy ugye elővették például a természet meg a személy fogalmakat, és akkor ilyen módon megfogalmazták, hogy aha, a Szent Háromság egy természet, egy isteni természet, de három persona, három személy, illetve görögül is mondták, hogy ugye egy fűzis és három hypostázis. És akkor ilyen módon tiszt. Vagy hogy Krisztus most Isten, vagy ember, vagy félisten, hát tele van a pogány mitológiaink félistenekkel. Krisztus is egy ilyen lenne? Hát nem, ugye megint a filozófia segített, hogy szépen ugye megmondták, hogy Krisztusban más, ugye megint csak a persona és a natura, a physis és a hypostasis, nála ugye egy persona van, egy személy, de kettő természet, az Isten és az emberi természet, és aztán azt is kimondták, hogy ez a két természet személyegységben van, ez az úgynevezett unia hypostatica. És ezt akkor a korabeli művelt emberek egyből értették, hogy miről van szó. Vagy például, amikor ugye középkorban eretnekek támadják azt, hogy Krisztus valóságosan jelen van az oltári szentségben, akkor megint előszedtek egy arisztotelészi fogalmat, a szubstanciát, ugye, és a akcidenst, vagyis a lényeget és a járulékot, aztán szépen Aquinói Szent Tamás megfogalmazza, hogy ugye az Eukarisztiában, az átváltoztatáskor a lényeg, ugye a szubstancia változik, tehát a kenyér és a bor lényege, az ugye Krisztus testének és vérének a lényegévé változik, de megmaradnak a külső járulékok, az akcidensek. És mivel a szubstancia változik, ugye transz, egyik szubstanciából a másik lesz, ezért transzszubstanciáció, vagyis átlényegülés. És ilyen módon világossá vált a korabeli művelt közönségnek, miről van szó. A Lerinumi Szent Vince, megint ez a nagy egyházatja, azt mondja, hogy a dogmák tehát úgy fejlődhetnek, hogy a hit növekedik, a megértés növekedik, de nem változhat. Nem válhat más hitté. Ugye, hogyha most például én mondjuk 80 éves koromban kicsit máshogy fogok kinézni, mint ahogy most vagyok. Ez ugye egyfajta növekedés, egyfajta szerves változás, de hogyha most kinőne rajtam egy harmadik láb, vagy egy harmadik kéz, vagy egy második orr, akkor ez már egy lényegi változás lenne, akkor már nem lennék emberi lény, hanem valami más. Tehát akkor egy emberi lényt egy más valamire változtattak. Az nem szerves fejlődés lenne, és nem is lenne egészséges és normális fejlődés. Tehát ugye a hitben is lehet az, hogy a hitnek a megfogalmazása ugye érettebb, elmélyültebb, ugye, tehát ilyen módon növekszik az idővel, de nem lehet a régi hitet egy másik hitre lecserélni. Ugye, hogy manapság sokszor olvassuk, hogy a pápa megváltoztatta az egyház tanítását ebbe vagy a másik témába. Nem változtatta meg, mert nincs neki hozzá hatalma. Se neki, se az egyetemes zsinatnak, se az összes püspöknek együttvéve. Tehát ami az egyház hitletéteménye, az nem változik. No, aztán ugye úgy is növekedhet a hit, úgy is fejlődhet a dogma, hogy egyénileg a hitünk fejlődik, elmélyedünk a hitben. Elmélyedik a teológiai tudásunk, beiratkozunk a teológiára például, doktorálunk teológiából, stb. Beleássuk magunkat az egyházatyák írásaiba, és akkor egyre tökéletesedik a tudásunk, de mindenképpen azért a mérce, hogy a tudás növekedését kísérje a buzgóság, a tisztelet, az alázat és a józanság növekedése. Tehát, hogyha nekem a teológiai tudásom azt eredményezi, hogy én elhanyagolom a vallási kötelességeimet, hogy
hogy ugye erkölcstelenné válok, hogy döjfössé válok, hogy mindenféle önkényes újításokat akarok bevezetni, akkor ez nem egy hiteles növekedés az én teológiai tudásomba. Ugye hát a Aquinói Szent Tamásról van ez a szép történet, ugye jó barátja volt Szent Bonaventura, a konkurencia, ugye a ferenceseknek a nagy teológusa, és amikor meglátogatta Bonaventura Tamást, akkor megkérdezte a barátját, hogy áruld el nekem, hogy honnan veszed ezt a sok bölcsességet, mutasd meg nekem a te könyvtáradat. És Szent Tamás elhúzta a függönyt, és ott volt egy feszület, előtte egy térdek, azt mondta, ez az én könyvtáram, és innen származik az én tudásom. És azt mondja, hogy ettől kezdve Bonaventura saját maga soha nem kritizálta Tamásnak egyetlen egy kijelentését sem, és megtiltotta, hogy a környezetében bárki is bírálja Tamásnak a tanítását. Mert azt mondta, hogy ugye, ahogy a másik legenda szerint, ugye az Úr Jézus is megjelent, és akkor azt mondta, hogy Tamás, amit írtál rólam, azt jól megírtad. Mit kérsz jutalmul? És azt mondta Tamás, hogy Uram, semmi más, csak téged magadat. Tehát megint csak az igazi tudás, hogy tudja, hogy a legnagyobb jutalom az az, hogyha Isten magát bírja, amennyire egy emberi lényre képes. No, aztán ugye vannak ilyenek is, hogy katolikus igazságok, tehát amiről eddig szóltunk, azok a, ugye a dogmák, az egyház által kinyilatkoztatásból ugye hozott tények és igazságok. Na most ugye a katolikus igazságoknak van egy ilyen másodlagos csoportja is, tehát a kinyilatkoztatott igazságoknak az előfeltételei és következményei, amelyek bensőségesen kapcsolódnak a dogmákhoz, a kinyilatkoztatott igazságokhoz. Tehát, hogyha ezeket a másodlagos igazságokat tagadnánk, akkor aláásnánk a kinyilatkoztatott igazságokat. Ezek az úgynevezett egyházi tanítások, vagy katolikus igazságok. Na most ezek is tévedhetetlenek, habár nem közvetlenül Isten nyilatkoztatta ki őket, de mivel az egyház ezeket biztosan tévedhetetlenül tanítja, az egyház is tévedhetetlen hit és erkölcs dolgában, ezért ezeket is tévedhetetlennek tartjuk. Ugye mielőtt engem diakónussá szenteltek volna, majd mielőtt pappá szenteltek volna engem is, és másokat is, ugye egy olyan hát eskü letételére kértek, ahol ugye nem csak a hiszek egyet mondtuk el, hanem az is benne volt, hogy ugye szilárdan hiszem és vallom azokat az igazságokat is, amelyeket nem dogmaként hirdetett ki az egyház, és amelyeket azonban tanít az egyetemes és általános tanításával. Ezeket se fogom kétségbe vonni, és ezzel szembe se fogok nyilatkozni. Na most tehát itt vannak teológiai következtetések. Tehát itt ugye mindig van két előzmény, egy kinyilatkoztatott igazság, és az ész igazsága, és a kettőnek a ugye együttműködéséből lesz egy teológiai következtetés. Tehát ez egy közvetve kinyilatkoztatott igazság. Aztán vannak dogmatikai tények, tehát kinyilatkoztatással kapcsolatos történeti tények, amelyek ugye ide tartoznak, amelyeket katolikus hittel kell elfogadni. Például egy pápának vagy egy egyetemes zsinatnak a törvényes mi volta. Illetve az egyháznak az az ítélete, hogy valami egyezik, vagy nem egyezik a katolikus tanítással. Ugye tehát az egyházi tanítóhivatalnak néha meg kell állapítani, hogy ami ebbe a könyvbe van, az most az objektív tartalma szerint eretnekség vagy igaz hit. Egyezik, vagy nem egyezik a katolikus tanítással, és ezeket az ítéleteket is el kell fogadni. Ezt legtöbbször a hittani kongregáció szokta csinálni. Ugye, tehát nem ítéli meg az egyház, hogy az írónak, a szerzőnek mi volt a szubjektív szándék, hogy ő akart eretnek lenni, vagy nem. Csak arról ítél, hogy amit leírt, az szó szerinti értelmében katolikus, vagy nem katolikus. És akkor a nem katolikus, akkor általában küldenek egy monitumot, egy figyelmeztetést, hogy vizsgálja felül, vagy jöjjön beszélgetésre, mert úgy látjuk, hogy amit leírt, az objektíve nem felel meg a katolikus tanításnak.
Na, és hát a régi időben indexretették, azt mondták, hogy ez tilos ugye olvasni katolikusoknak. Aztán ugye van ilyen is, hogy az ész igazságai, a kinyilatkoztatott igazsággal szorosan összefüggő igazságok, például az akarat szabadsága, az Isten érvek lehetősége, a lélek szellemi volta, ezek is ilyen katolikus igazságok, másodlagos igazságok. Tehát ide tartoznak a filozófiai fogalmak, amelyek kellenek a dogmák kifejtéséhez, mint a személy, a lényeg vagy a természet. Igen, tehát az egyháznak pontosan azért, mert ugye a dogmája rengeteg mindenen nyugszanak, rengeteg ilyen segédapparátusa van, ezért joga van például elítélni a dogmákat veszélyeztető filozófiákat is. Tehát olyan filozófiai nézeteket, amelyek alássák a dogmák hitelességét. No, aztán ugye a biztonság fokozatai, na ez fontos, hogy ugye majd ha vesszük az egyes dogmákat, akkor én mindig hozzáteszem azt, hogy ez most milyen fokozattal bír. Mennyire biztos ez a tanítás, mennyire kötelező vagy nem kötelező. Hát ugye a skolasztikus teológia szereti a fölsorolásokat is, ilyen fölosztásokat, hát itt is ez következik. Tehát a legmagasabb fok az a közvetlenül kinyilatkoztatott igazság. Erről úgy mondják, hogy de fide, tehát a hittel kapcsolatos, tehát Isten tekintélyén alapul, és az egyház tévedhetetlen tekintélyén, tehát ezt minden további nélkül kiközösítés terhe alatt kötelesek vagyunk elfogadni. Tehát ezek a de fide igazságok. Következő azok a katolikus igazságok vagy tanítások, tehát olyan, amiben a tanítóhivatal véglegesen döntött, és az egyház tekintélye alapján ezek is tévedhetetlenek. Itt ugye az ott könyv nem hoz példákat rá, de például egy ilyen igazság, ami még például, hogy mondjam, tehát nem lett ünnepélyesen dogmává emelve, de a tanítóhivatal véglegesen döntött, mondjuk az, amikor II. János Pál pápa kimondja, hogy nőket nem lehet pappá szentelni például. De ez is tévedhetetlen, tehát nem vita tárgya. Következő a hithez közeli sententia fidei proxima, tehát a hithez közeli igazság. A teológusok egyetemesen kinyilatkoztatott igazságnak tekintik, de még nem hirdették ki. A negyedik fokozat a hithez tartozó teológiailag biztos igazság, tehát ez a ad fidem pertinens theologice certa sententia, tehát biztos a hithez tartozó állítás, ez nem kihirdetett, de bensőségesen kapcsolódik a kinyilatkoztatott igazsághoz. Következő fokozat az általános tanítás, a sententia communis, a teológusok elfogadják, de szabadon lehet róla véleményt formálni. Aztán még gyöngébb fokozat, a teológiai vélemény, a sententia probabilis, tehát hogy valószínű, de megint csak nincs róla végleges döntés. Aztán ide tartozik még például a sententia pia, a jámbor vélemény, illetve a legalacsonyabb fokozat a sententia tolerata. Csupán toleráljuk, eltűrjük ezt a véleményt, nem mondunk semmit ellene, de még véletlenül sem kötelezünk senkit, és nem is nagyon népszerűsítjük, mert csak eltűrt vélemény. Na most itt kijelenti azért az ott professzor, hogy megjegyzendő, hogy nem tévedhetetlen a pápa mindennapi tanítása, például a prédikációk, interjúk, ilyen mindenféle hétköznapi ugye, megnyilatkozások. Nem tévedhetetlenek a római kongregációk, tehát a római, ha úgy tetszik, minisztériumok határozatai, de mégis ezeket hívő engedelmességgel kell fogadni, és ez az engedelmesség ez addig tart, amíg hiteles szakértő tekintélyek alapos vizsgálat után nem mondják azt, hogy tévedésről van szó. Tehát ugye ez az, ami hát nagyon nehéz ugye kimondani, hogy ki az a hiteles, ki az a illetékes, ki az a valóban szakértő, és mennyire ugye alapos az ő vizsgálata, aki ugye
ki tudja ezt mondani, hogy itt tévedésről van szó, de akkor is ugye tisztelettel kell a kifogásokat előhozni, tehát nem újabb reformációt indítva és fegyverbe öltözve harcolni ellen, hanem tisztelettel kell ezeket előterjeszteni. És még egy utolsó, itt aztán lezárjuk, ezek pedig a teológiai tévedések fokozatai, illetve a büntetések fokozatai, a cenzúrák. Tehát ugye minden eretnekség se egyforma, vannak nagyobbak és kisebbek. Hát a legnagyobbak azok ugye, ezeket ugye kimondhatja az egyház autoritatív, tehát tekintélyelvű bíróítélettel, vagy kimondhatja magántanító ítélettel, hogy ezek tévesek. Az első legsúlyosabb a propozíció heretika, eretnek tétel. Tehát de fide kinyilatkoztatott dogmát tagad egyenesen. Tehát azt mondja, hogy már pedig Istenben négy személy van és nem három. Például ugye ez egy ilyen blatáns, ilyen nagyon durva példa. Bár ugye nekem volt olyan diákom, aki például azt mondta, hogy akkor a Szent Háromság ugye az Atya, Fiú és Szűz Mária. Mondom, nem drágám, nem rosszul tudod. És akkor visszavonta, hogy hát ja, bocsánat, hát ő, ugye a Szentlélekről nincs olyan sok szó, hát Szűz Máriáról arról igen, úgyhogy úgy gondolta, de visszavonta, tehát nem esett bele a propozíció heretikába. Nem volt formális eretnek, csak materiális, tehát, hogy ténylegesen eretnekséget mondott, de nem szándékosan is tudatosan. Aztán kettő, propozíció herezi proxima, eretnekség közeli, ugye, tévedés, ami egy, ugye, úgynevezett katolikus igazságot, vagy hithez közeli igazságot tagad. Aztán a következő, az eretnek gyanús tanítás, propozíció heresim sapiens, vagy de heresi suspecta, eretnek gyanús, illetve téves állítás, propozíció eronea, ez a csupán ugye egyházi hittel elfogadandó igazságot tagadja. Aztán van a négyes, a téves állítás, a propozíció falsa, az egy dogmatikai ténytagad. Aztán az ötödik a vakmerő állítás, a propozíció temerária, és a hatodik a jámbor füleket sértő állítás, propozíció piarum aurium offensiva, tehát offenzívát indít a jámbor fülek ellen, és ezért ugye nem fogadjuk el. Tehát ez az offenzív. Aztán a következő, mert még három van, rosszul hangzó tétel, propozíció male sonans, illetve akadékoskodó, propozíció capciosa, tehát fölöslegesen itten ugye szőrözik és akadékoskodik, és a végén a botrányos, a propozíció scandalosa, ami skandalumot okoz ugye. Na most ugye, amikor elítélik ezeket a nézeteket, akkor lehet úgynevezett damnatio specialis, vagyis egy speciális, ugye sajátos elítélés, ami egy konkrét tételt ítél el, illetve lehet a damnatio in globo, vagyis egy egész tétel sorozatot ítél el, például ugye, amikor Boldog 9. Pius pápa írt egy hosszú listát a modern kor tévedéseiről, a syllabus, ugye ez is egy ilyen damnatio in globo, tehát ilyen sorozatos elítélés volt, és akkor mivel fél hét van, hát ez ugye kicsit száraz elméleti anyag, de talán a részletes dogmatika az nagyobb ugye változatosságot fog hozni. Tehát először ugye végigmegyünk, tehát Isten léte, Isten tulajdonságai, utána megnézzük a Szent Háromságtant, utána rátérünk ugye a Teremtő Istenre, tehát a teremtésre, a teológiai embertanra, hogy ki az ember, és ki a világ, és mi a világa, ugye a dogmatika szemszögéből. Aztán rátérünk Jézus Krisztus személyére, az ő ugye kettős természetére, rátérünk a megváltás művére, ugye ez a szoteriológia. Aztán a krisztológia részterülete a mariológia is, ugye a Máriáról szóló tanítás, mert hogy Máriát mindig az ő fia
felől szemléljük. Tehát ugye a régi képeken Máriát úgy is ábrázolták, hogy ott volt mindig ugye a karjába vagy a közelébe az Úr Jézus. Tehát nyilván, hogy Jézus szemszögéből is Jézus felől közelítjük meg Máriát. Utána hát például az egyháztan, az ekleziológia és benne a szentségekről szóló tanítás, ezen belül a kegyelemtan, tehát ugye a szentségek a kegyelmet közvetítik, a kegyelem az Isten élete bennünk, a kegyelem az, ami bennünk szubjektíve megvalósítja az üdvösséget, és végül következik az én kedvencem, az eszkatológia, tehát a végső valóságokról, az ember és a világ beteljesedéséről szóló tanítás. Tehát ez a dogmatikának a teljes spektruma és kínálata. Tehát majd, hogyha élünk és virulunk, akkor erre is sor kerül. Nagyon szépen köszönöm a kedves figyelmet!